Nem kezdte jól a tavaszi idényt az utolsó őszi hat meccsén győztes Nyíregyháza Spartakusz, három mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett Lengyel Roland csapata. A két hazai találkozón a Soroksár és az Ajka ellen vereséget szenvedett a Spari, Békés Csabán pedig döntetlent játszottak a piros-kékek. A Soroksár ellen és a Békés Csaba ellen a mutatott játék az nem volt rossz, nem volt eredményes. Ugye a Soroksár ellen kikaptunk 5-3-ra, a Békés Csabán 2-2-t játszottunk, de azzal együtt a mutatott játék az úgy elfogadható volt, rendben volt. Itt az elmúlt mérkőzésen igazából gyenge mérkőzés játszottunk, nem abban a stílusban futballoztunk, ami ránk jellemző. Átvettük az ellenfél stílusát, ebben ők sokkal jobbak voltak, nagyon sok párharc volt, nagyon sok magas labda volt, kevés volt a vállalkozó, kelt hátul, többet hibáztunk, nem voltunk előképpen agresszívek igazából. De azzal együtt megvolt az a két lehetőségünk, amivel meg tudtuk volna nyerni a mérkőzést, vagy akár pontot szereztünk volna. A csapatkapitány Fodor Ferenc elmondása szerint azon dolgoznak, hogy az együttes minél előbb visszataláljon őszi formájához. Mi sem értjük sokszor a játékunknak az okát, megvannak a feladatok, megvannak a különböző pozíciók. Ennek ellenére nem sikerült úgy sajnos a szezon kezdet, ahogy azt szerettük volna. Azon dolgozunk, hogy ez kiegyenesedjen és jobb legyen. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk arra, hogy amit valóban az előző szezon végén produkáltunk, arra visszataláljunk a védekezésben és a támadásban, ahol több helyzetet is ki tudtunk alakítani, ugyanakkor az ellenfélnek kevesebb helye volt. Ha ez sikerül, akkor azt gondolom, hogy igazából bárki lehet az ellenfél. A következő ellenfél a Tiszakécske lesz, amely a még bennmaradás jelentő 17. helyen áll a tabellán. Nehéz helyzetben van a Tiszakécske, ők is három mérkőzésen szereztek egy pontot, azt gondolom, hogy egy kiki meccs fog kikerekedni belőle. Mondtam, a másodosztályban igazából könnyű mérkőzés, nincs kiszámíthatatlanak az eredmények. Én bízom benne, hogy egy nagyon szervezett védekezéssel, egy kreatív támadójátékkal el tudjuk hozni a pontot vagy pontokat. A 25. forduló további párosítása a következő: Eto FC Győr Szeged, Szolnok Siófok, Budaörs Szombathely, Soroksár Budafok, Békés Csaba Vác, Kazincz Barcika Vasas, Csákvár Gyirmót és Ajka MTK Budapest.